Jó napot kívánok, kedves nézőink! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják. M. Kende Péter vagyok. Én meg itt egy monitoron keresztül látom Kardos Péter főrabit, mert Skype-on keresztül fogunk beszélgetni. Üdvözöllek! Hát nem itt a stúdióban, te ott vagy, én a stúdióban, de üdvözöllek téged! Csabes gutjont, haksameach, gitjó! Mert hogy annyi minden mondott most a főrabbi úr, hogy szét fogjuk ezeket így szálazni. A mai nap azért is különleges, mert nem csak a mai nap. Ez a hét azért is volt különleges, hogyha némi viccesen és nem megbántva semmilyen más felekezetet természetesen. Ez a hét a körmenetek hete volt a mai nap, meg különlegesen a körmenetek napja volt, és majd ez még ki fog futni egy egészen nagy körmenetben, hiszen Hosanna Rabba köszöntöttük ma reggel, és akkor most nézzek a Péterre, nézzük is, mi ez a szokás, és hogy neked milyen emlékeid vannak erről a Hosanna Rabbával kapcsolatban. Hát először is három ünnep egy napon, ez egy ritka egybeesés azért. Tehát reggel Hosanna Rabba, este Sabbes és Minya Tseres, holnap Minya Tseres és Simchas Torah, ez méltó befejezése az ünnepi, őszi ünnepeknek. Ezek a köszöntésemnél van egy Magyarországon nem használatos volt, git jól. Boldog új évet, tudnilik a szefárdoknál is, meg hát itt már nem nagyon van ez a kívánság, jidisül, git jól. Tehát jó új évet kívánunk. Megértettem. Ez a, hát nem tudok, tényleg nem tudok szebb kifejezés, az ez a körmenet, amit ugye a héten ugye egyszer, illetve ma a Hosanna Rabba alkalmával hétszer tettek meg a zsinagógába járók. Ez mennyire fontos, hogy itt körbe-körbe menjünk? Hát kérlek szépen, kicsit elnagyolva, 14 körmenet lesz két nap alatt. Sőt, dehogy 14. 21 körmenet. 21-szer megyünk körbe. Csak nem mindig ugyanazzal a kézben. Egyik ugye a lülevekkel. Igen. Volt. A Hosanna Rabbakor szintén hét körmenet van, és a Hosanna Rabba, ami reggel volt, ma reggel. Igen. A liturgiában, a dallamvilágban összegzi az nagy ünnepi dallamvilágot, Niszachot, és akkor ekkor zárulnak be a kapuk, a hittervünk szerint. Még ez az utolsó alkalom volt a jogerős végzés felülvizsgálatára, illetve a jogerősségére nézve. Tehát ez volt az utolsó alkalom, most már nincs több következő őszi ünnepekig, hogy ezt megváltoztassuk. És ugye ez az alkalom, amikor is egy évre elbúcsúzunk a lulávoktól, lülevektől, hiszen innentől kezdve már nincs szükség rájuk, legközelebb egy év múlva fogjuk újból elővenni a friss lulávokat természetesen, és a friss setrogokat. De most egy évre elbúcsúztunk tőlük. A sátornak a bontása az ilyenkor mikor kéne, hogy elkezdődjön? Hát leginkább csak hétfő reggel, vagy a vasárnap késő este, vagy hétfő reggel kell, hogy elkezdődjön, hiszen az ünnep az végig tart. Mivel előírás hivatalos erről nincsen, de helyi szokás, például Zuglóban, hogy a gyerekek, akik Simchas Torahra jönnek, azok még lássák a feldíszített szőkét, hogy nézett ki, vagy hogy néz ki, de már étkezni persze nem kell ottan, tehát akik szőkeszkor nem jutottak el, most látják és a díszített sátort, hogy nézett ki, amiben szükeszkor voltunk. Értettem. És az a másik kérdés, hogy ami úgy szintén foglalkoztat, hogy például Zuglóban
mindig ugyan, tehát hogy évről évre újabb és újabb nádakból készül a sátrotok, vagy azért van mindig hova nyúlni, tehát mindig elteszitek a régebbit. Tehát, hogy ugyanaz a sátor van már évek óta, vagy minden évben újat kell. Nem árulok el titkot, hogy a Sipucának van egy sátorépítő brigádja, Aha, ezt nem tudtam. amelyik azokon a helyeken, ahol a híveknek nincs módjuk saját maguknak összeállítani a sátort, vagy a korruk állapotuk miatt, ezek előre, hogy mondjam, elkészített, nem a tavalyit rakják újra össze, hanem friss építőanyagokból idézőjelben hozzák létre a közösség által megrendelt méretben. A közösség legfeljebb a méretbe szól bele, a többibe hát nem kell, mert már eléggé. Ez nem évtizedek óta működik, ez a sátorépítő részleg. Valamikor Zuglóba például, 40 évvel ezelőtt a zugló hívek csináltak sátrat, úgyhogy most jelenleg van helyünk, mert van kertünk, amikor egykori ortodoxán lett elnökünk volt, akkor ő tiltakozott, hogy azon a helyen legyen a sátor, ahol például most van. Tudnék, a fák úgy megnőttek és belombosodtak, hogy akkor nem lehet az égboltot, illetve a csillagokat látni. Nem a sátor teteje miatt, attól lehetne, csak a falombok takarják az égboltot. Na Világos. most már ugye a különböző változások, ugye, amik minden, a Jan Kipert kivéve minden vallási részt már utolértek, én már engedélyezem a sátornak az ott való felállítását. És mit csináltatok tényleg szukott első főünnepén, tehát a nyitó főünnepén ebben a sátorban? Hát első este, az olyan péntek este Így volt, ha igaz. emlékszel. Első este, amikor bemegyünk, két áldást mondunk, ugye a Lésévben a Szukót és a Sehehe Jónút, másnap kezd. Nagy kabátban jó felöltözve. Ezt együtt mondjuk el a közösséggel. Annyian voltunk, hogy nem fértünk be ebbe a nagy szükébe sem. Úgyhogy másnap fordítva mondjuk, először a Sehehe Jónút, és akkor én néhány magyarázatot mondok, minek az emlékére állítjuk, milyen szabályok vannak, ott lakás, ott étkezés, stb. És a lülevről tartok előadást ilyenkor, annak a sátorba való megáldásáról, illetve az ottani lengetésről, és általában a zarándok ünnepeknek a közös liturgiájáról. Tudnék, a Niszáh, a dallamvilág, ezt kevesen tudják, de ez is copyright by régi ortodoxia, egyforma dallamvilága van a három zarándok ünnepnek, Igen. csak a szövegben különböző. Na most, mivel most Sabbeszre esik, ez a dallamvilág ugyan nem változik, de a szövegvilág annál inkább, hiszen elmarad a máróvisz, tehát ezek a piútok, költemények, amik az esti imánál vannak, ezek péntek este nincsenek. Ugyancsak nincs a lülev, hát most már ez Esrognak szükez, ugye, most már nem érvényes. Tehát lülevnek sincs semmilyen szerepe ilyenkor, sőt, mükce nem szabad hozzáérni. Mi az a mükce? Szó szerint azt jelenti, ami nincs előkészítve. Tehát nem a tartozéka a sábesznak, az a mükce. Értettem. Akkor kicsit beszéljünk az előttünk levő, nem a Sabbatról, nem a Sábeszről, hanem a Sminiátszeretről és a Szimhát Tóráról. Én nagyon szívesen, de lesz a közéletre is időm. Akkor tudod mit? Legyen a közéletre most időnk, mert az egy sokkal fontosabb dolog. Én kérdezek, vagy te mondod? Én mondom, mert nem biztos, hogy azt fogod kérdezni. Itt a keresztények leköpdösése Jeruzsálembe témával vonult végig a zsidó és nem zsidó médián az a jelenet,
amikor azt hiszem a Via Dolorosán, ha jól felismertem a videót, egy keresztény csoport ment keresztel, és szembejövő ortodoxok leköpték őket, szól a médiának a... Hát kérem szépen, mint született ortodox, ez kicsit muszáj ezt megváltoztatni, ezt a dolgot, a külső szemlélő, aki nem ismeri ezt a réges-régi ortodox, ultraortodox szokást, az tényleg azt hiszi, hogy a keresztényeket köpködték, holott ez nem igaz. Annál is inkább nem igaz, hiszen pár napra rá 80 vagy 90 ország Izrael barát keresztényei jöttek Jeruzsálembe és tartottak körmenetet, és senki nem köpködte le őket. Tudnélik, keresztényeket nem köpködtünk, és nem köpködünk soha. Ami egy kiköpés tényleg volt, és van, már most én az ultraortodoxokról beszélek, amikor keresztet látnak. Tehát ez is, hát Jeruzsálemben nehéz nem látni keresztet, de vidéken például, ezt én már valamikor elmondhattam, vidéken, ahol minden falu határában volt kereszt annak idején, lehet, hogy most is van, akkor a ortodoxok nem néztek oda, elfojtották a fejüket, mert hogy ez most babona, vagy tényleg így van, 30 napig Isten nem hallgatja meg az imánkat, ha keresztet látunk. Ez babona. Hogy ezt ellensúlyozták úgy, hogy kiköptek, de nem a keresztre, hanem az útra, megvetésül úgymond. Na most ez lehetett a gyökere annak, ami Jeruzsálemben történt, hogy ezek az ortodox szok kiköptek az útra, hogy ellensúlyozzák, mert hát már nem tudták a fejüket elfojtani, és azt akarták, hogy Isten mégis meghallgassa az imájukat. Ez a gyökere ennek az egésznek, tehát szó sincs arról, hogy leköptek keresztényeket, meg keresztet, nem. Jó, Péter, értem, egyébként nem sokkal, hogy mondjam, szebb a földre köpés sem, ez csak zárójeles megjegyzés, és ugye azt mondod, ugye, hogy másnap ugye a Izrael barát keresztény felekezetek gyűltek össze Jeruzsálemben. Azt gondolom, hogy őket, ezeket a keresztény, Izrael barát keresztény keresztjén felekezeteket jelentősen támogatja az izraeli belpolitika, a kormánypártok is jelentősen támogatják, hogy ez megtörténje, hogy ennyien szeressék keresztény felekezetek Izraelt, meg Jeruzsálemet, bár nekem meggyőződésem, hogy ez nem egy okos lépés, tehát hogy nem kell ennyire felkarolni őket, vagy túl hype-olni, ahogy ezt szokták a fiatalok mondani. Most ki kicsodál? Az izraeli kormány ezeket a keresztény felekezeteket, mert én... Jó. 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 Akkor én kérdezek tőled, lépjünk tovább. Nem értek egyet veled. Érted, nem gond. De megmondom miért, tudnék, mint a falat kenyér, most egy kicsit fekete-fehérbe teszem, a sok évszázados antijudaizmus után, ami az antiszemitizmusnak a gyökere volt, keresztény egyházak Jeruzsálembe szeretik Izrael, ez nekünk nagyon jó. Én viszont ebben nem vagyok teljesen biztos, de hogy ez nagyon jó, de akkor igazad van, lapozzunk, kérdezni szeretnék tőled valamit. Azt mondtad ugye a sátor kapcsán, a zuglói sátor kapcsán, hogy említést tettél a későbbi ortodoxá vált elnöködről. Mennyire lehet, ne kérdezem, én teszem azt, ez egy irány, hogy a paradigma változás abba az irányba mutasson, hogy mintha visszafelé akarna menni a neológia az egyházszakadás előtti időkig. 1868-as egyházszakadás előtti időkig. Csak egy költői kérdés, hogy szerinted mások is lehetnének olyanok, akik neológból várnak ortodoxá? Az a kérésem, hogy ezt döntsd el, hogy szónoki kérdés, vagy költői kérdés.
Mi a különbség? Semmi, arra nem várnak választ a szónoki kérdésre. Ők a rabbi a szószéken kérdez, nem a híveket kérdezi, és senki érzi, hogy nem kell válaszolni rá. Ha van konkrét kérdésed, akkor azt nagyon szívesen sajnos válaszol. Nincs konkrét kérdésem, ez csak úgy eszembe jutott. De mindegy, akkor... Akkor válaszolok rá. Igen. Egyedi elhatározás, semmi paradigma. Egyedileg bárki, bármilyen hivatással, foglalkozással elhatározhatja, hogy jövő héttől ortodox életmódot fog folytatni. Nem kollektíve egy egyház határozza el, mert az a nagyon jó reklámnak, de hát az egyház egyedekből áll tulajdonképpen, és ha az egyedek többsége nem akar ortodox lenni, akkor nem lesz. Ha egy kisebbség akar, az lehet. Úgyhogy ez magánügy. Megértettem. Az viszont nem magánügy, hogy mondjuk te most, péntek este, miről fogsz beszélni a híveknek? Ma este nem a ma estéről fogok beszélni, hanem mivel nem lesz alkalom már Simchas Tajrókor prédikálni, mert olyan a légkör ilyenkor a zsinagógákban, hogy az kizár dolog, hogy bármelyik rab vállalkozzon arra. Enyhe hangzavar, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk. Ha szigorú akarok lenni, a rabbi két szót mondhat, akkor csendet kérek, vagy kicsit csendesebben. Hát ezt nem nevezhetjük prédikációnak. Úgyhogy nem lesz akkor, ezért előre beszélek majd a elkövetkezendő két napnak a különböző szertartásairól, a Gelsenben csolásról. Erről kevés szó esik, érdekes módon. Igen, egyébként, hogy... Az elsőért való ima, amit a múltkor, amikor én valahol vicceltem, és azt mondtam, hogy hát ez egy rugalmatlan vallás, mert amikor szakad az eső, és már hár, kijöntött a Duna a rakpartot előtt, mi még esőért imádkozunk. Nem, mi az izraeli esőért imádkozunk, itt a Galutban is, nem a saját galuti esőnkért. És fölkészültetek, jut eszembe kellő mennyiségű és minőségű természetesen csokoládéval, cukorkával, mindenféle édességgel a gyerekeknek, hiszen Simchat Tórakor a gyerekeké többek között a főszerep, és őket ilyenkor, hát, hogy finom fogalmazzak, nagyon lehet támogatni csokoládéval, meg cukorkával. Természetesen felkészültünk, két sejberosztály is lesz a azt a mindenit. Ez a rekor egyszerre, és magam fogom ellenőrizni a dobált csemegék között, hogy ne legyen semmi mogyoró tartalmú. Rossz tapasztalatokra épít. Tényleg, ebben mennyire igazad van, és hogyan ellenőrzöd mindegyikbe, beleharapsz, hogy... Mert ma már a jobb édességekben rá van írva tulajdonképpen az összetétele, meg egyebek. Na de hát amerikai mogyorót is, elvileg azt is lehetne igen dobálni. Csak tényleg ez egy, úgy látszik, egy életveszélyes dolog. Most őszintén meg kell mondjam, visszaemlékszem gyermekkoromra, a Simchas Tajrekre, a dobálás, mogyorót is dobáltak. Soha az életben én erről nem hallottam, hogy mogyorótól meg lehet halni. Igen, van, aki... Na most lehet, új betegség, ez egy új allergia? Nem új allergia, én szerintem nem új allergia, de hát nem volt, tehát mit mondjak neked, szerintem 100 évvel ezelőtt nem nagyon volt mogyoró, most csak gondolom én, tehát én nem... Ettük, faltuk a mogyorót ilyenkor, mert azt is dobáltak tudnélik, és soha nem hallottam, hogy valaki ettől rosszul lett volna. Hát azért azt hiszem, most egy ilyen féltudományos megállapítás, mintha az allergia maga egy viszonylag újkori dolog lenne, vagy azelőtt másképp hívták, de hogy a paradigmaváltás időjárásba, egyebekbe, az emberi szervezetbe előhív olyan vegyületi reakciókat, amik az allergia, de újak ezek viszont. Hát én ezt nem tudom, meg kell hagyni, mert ehhez is elég nagy szamár vagyok.
Csináljuk azt, Péter, ahogy szoktuk mondani, hogy biztassuk a nézőket, kedves nézőink. Tessék elmenni péntek este, szombat reggel, szombat délután este, vasárnap reggel is valamelyik zsinagógába. Tessék körül... Bocsáss, meg még valamit elfelejtettem. Menjenek el zsinagógába, kedves nézők, és Simchas Torahkor már ne valósítsák meg a régi idők szokásait, amikor meg akarják tréfálni az előimádkozót, meg a kántot, hogy lavor vizet tesznek a mögé, hogy amit bele, ne kössék össze a lábát tudtán kívül, mert ma már ez egyrészt kiment a divatból, tehát nem, szóval megtréfálni az előimádkozót, amikor hiány cikről van szó, örülünk, ha valaki kántor vagy előimádkozó képes imádkozni, tehát ne sértsük meg idézőjelbe azzal, hogy ez ilyenkor ez a szokás. Valamikor tényleg ez volt a szokás, mert hát Púrim után ez a másik vicces, legviccesebb ünnepünk. Ez egy nagyon fontos dolog, tényleg kíméljük meg az előimádkozókat, mert valóban nincsen sok belőlük. Szóval tessék elmenni a zsinagógákba. Sabatfogadásra, sabati Isten tiszteletes miniátszeretre, Szimhátórára lesz minden alkalommal mindenféle színesebbnél színesebb program, meg tóraolvasás, meg nagyon jó lesz. És hát jövő héttől kezdve utána jönnek a dolgos hétköznapok, a szürke hétköznapok, egy jó darabig nem fogunk ünnepelni. Úgyhogy akkor egészen másról fogunk beszélgetni Kardos Péter főrabival. Köszönöm, hogy itt voltál. Gut Jantev, Gut Shabbos, Shabbat Shalom. Gut Shabbos, Gut Jantev, helyesen. Igenis, Gut Shabbos, Gut Jantev. Köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Én köszönöm.